Leves volt ebédreben a Dabasi családi napköziben, amikor ott járt a híradó stábja. Sok cégnél a dolgozók bérenkívüli juttatásként megkapják gyerekük bölcsödei, óvodai vagy családi napközis ellátásának díját. Ez a juttatás adómentes, és januártól is az marad, ellentétben az összes többi kafetériával. Sőt, még egyszerűsödik is a munkavállalók dolga. Annyi lesz a változás benne, hogy ez idáig nem lehetett a munkavállaló nevére szóló számlát elfogadni erre a célra és elszámolni, a továbbiakban ez is megengedett lesz. Ezen kívül a szép kártya marad meg kedvezményes adózású kafetériaként. Az összes többinél, például az Erzsébet utalványnál, az albérlet támogatásnál vagy az egészségpénztári befizetéseknél a munkáltatónak és a munkavállalónak is ugyanúgy kell adózni a jövőre, mintha azt bérként fizetnék ki. Bár az új szabályok ellen a munkaadók és a munkavállalók képviselői is tiltakoztak, pénteken megszavazta a parlament. A szigorítás miatt a szakszervezetek most országos tüntetésre készülnek. Több ágazati szakszervezet vezetője jelezte felém, hogy készek arra, hogy mozgósítsák a tagságokat arra, hogy egy országos demonstrációt hozzunk össze. Arra készülünk, hogy ősszel a bértegyársak előtt újra össze fognak jönni a szakszervezetek is, és valamilyen eszközzel megpróbáljuk rákényszeríteni a kormányt, hogy változtasson a döntésén. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ma egy újságíró kérdésére azt mondta, senki ne számítson enyhítésre. Véglegesnek tekintjük a jelenlegi szabályozást. A kormány szerint mindez egyszerűsítés, a megszűnő kedvezményeket pedig a cégek kompenzálhatják fizetésemeléssel. Az RTL Híradónak nyilatkozó kafetéria szakértő szerint azonban a cégek többsége nem fog fizetésemelést adni kafetéria helyett. Egy mondjuk 400 ezer forintos kafetéria keretet eddig a munkavállaló felhasznált adómentes lakásszélú támogatásra. Ahhoz, hogy ezt munkabérben megkapja ugyanezt a 400 ezer forintot, az a cégnek és a munkavállalónak együttesen több mint 700 ezer forintba kerüljön, 720-30 ezer. Arról, hogy pontosan hányan kapnak kafetériát, nincsenek pontos számok. A szakértő és a szakszervezet is egyetért abban, hogy az intézkedés nagyjából 2 millió munkavállalót érinthet.